a Transzcendens című filmben Nagy Ervin helyett, tehát a nézők által jól megszokott Nagy Ervin helyett Stól András lett Johnny Depp magyar hangja. Miért? Ezzel nem értek egyet, hogy a nézők által jól megszokott Johnny Depp, tehát a Nagy Ervin helyett. Igazából Johnny Deppnek nem volt akkor olyan bebetonozott magyar hangja, hiszen a Karib-tenger kalózaiban Király Attila szinkronizálja, és valóban Nagy Ervin is szinkronizálta, de Stól András is szinkronizálta jó néhányszor. A Transzcendens egyébként az én egyik kedvenc, személyes kedvencem. A film egy kezdő rendező első munkája. Rendezőként kezdő, mert egyébként operatőrként Christopher Nolan állandó munkatársa. Christopher Nolan egyébként producerként felügyelte ezt a Transzcendens című filmet. És ez az első filmes rendező, rendezőként első filmes Willy Pfister, valami olyan zsigeri tehetséggel, vagy ösztönös tehetséggel nyúlt hozzá ez a témához, ami engem teljesen magával ragadott, és abszolút azonosultam mind a három fő karakterrel, akik ezt a filmet, négy fő karakterrel, akik ezt a filmet vitték előre, és ezek közül csak az egyik volt Johnny Depp, aki úgy kezdi a filmet, mint egy rakoncátlan zseni, hogyha most igen, a Tabák Katánál ugye említettem Mozartot, akkor Johnny Deppnél is említetném kell, hogy egy ilyen rakoncátlan, hebrend zseni, aki a hihetetlen intelligenciája ellenére anyai felügyeletre szorul. Rebecca Hall, az ő felesége, az aki ezt az anyai felügyeletet gyakorolja felette, és mindig visszarántja őt a realitás talajára. Na most, amikor ő lelövik, meghal, ugye ez már nem spoiler, hiszen egy több éves filmről van szó, és az agyának az információit betöltik egy számítógépbe, akkor mindez a hebrendség, mindez a kamaszos, ez a gyerekes túlbuzgóság, ez elvész belőle, és egy hideg, racionális számítógépezet lesz belőle. És én azt gondoltam, hogy Nagy Ervin hangjával ez a hidegség, ez a lelketlen racionalitás, ez nem lenne olyan élesen bántó, mint amennyire Stól András ezt meg tudná csinálni. És ezért választottam Stól Andrást a Johnny Depp hangjának ebben a filmben.